Zöld növények színanyagainak vizsgálata. Szükséges anyagok, eszközök. Zöld levelek, dörzsmozsár törővel, kvarchomok, kémcsövek, üvegtölcsér, szűrőpapír, etilalkohol, benzin. A zöld növények színanyagaik segítségével kötik meg a napfény energiáját, és ennek segítségével állítanak elő szerves anyagokat egyszerű, szervetlen anyagokból. Vizsgáljuk meg, vajon csak zöld színanyagok vannak-e a levelekben? Tépjünk apróra néhány levelet, tegyük dörzsmozsárba. Adjunk hozzá kevés kvarchomokot és körülbelül fél kémcsőnyi etilalkoholt. Dörzsöljük el a leveleket a homokkal és az oldószerrel. Szűrjük át a kapott keveréket egy főzőpohárba. A zöld növény színanyagai közül a legfontosabb a klorofil A és a klorofil B. A falevelek, a homárpáncél és a sárgarigó sárga színét is a karotin okozza. Ez egy narancsvörös vegyület. Ennek egy oxidált változata a citromsárga xantofil, amely az őszi lombszíneződésnél szépen látható. Ekkor ugyanis a növényekben található klorofilok elbomlanak, és láthatóvá válnak a karotinoid jellegű vegyületek. Szürletünkből öntsünk át egy új nyit kémcsőbe, és a főzőpohárban is hagyjunk egy keveset. Helyezzünk a főzőpohárban maradt szürletünkbe egy szűrőpapírcsíkot, és kísérjük figyelemmel, mi történik. A kémcsőben lévő oldathoz adjunk körülbelül annyi benzint, amennyi az oldatunk térfogata. Rázzuk össze erőteljesen a kémcső tartalmát, majd hagyjuk állni. Az etilalkohol és a benzin eltérő tulajdonságú, polaritású oldószerek. A növényi festékanyagok eltérő módon oldódnak a különböző oldószerekben. A zöld színű anyag a klorofil a benzinben, a sárga színű anyag a xantofil az alkoholban oldódott jobban. Látható, hogy a zöld levelek kétféle festékanyagot is tartalmaznak, és ezeket a kétféle oldószerrel szét is tudtuk választani. A festékkivonatok alkotó részeit egyszerűen elkülöníthetjük papírkromatográfiás eljárással is. Az elválasztandó L1 komponensei nagy felületű, porózus anyagon különböző mértékben kötődnek meg. Minél jobban kötődnek a molekulák a hordozóanyag felületéhez, annál rövidebb utat tesz meg a folt az oldat határfelületéhez képest. Láthatjuk itt is, hogy a zöld levelek klorofil és xantofil tartalma ezzel a módszerrel is szétválasztható volt.